Sziasztok! Beszéljünk egy kicsit a bugos állatokról. Ezek az állatok nagyon bugosak, és ég tudja miért, de még nem haltak ki. Ilyen például a pingvin, madár, és mégsem tud repülni. Vagy ott van például a kacsacsőrű emlős. Jaj, ugyan már! Mi az? Nem attól madár a madár, hogy repül. Vannak más röpképtelen madarak is. Igen, a kakas vagy a kakapó már a nevükben is benne van, hogy szarok. Hé, ne gúnyolodj velük. Ők is aranyosak, nincs velük semmi baj. Akkor mégis mitől madarak? Van csőrük? Mondta már a kacsacsőrű emlőst? Nem. Attól, hogy tojást raknak. Igen? Akkor a kígyók is elcseszett madarak? Nem. Egy darab locsolócső vonaglik a földön. Azt mit tud csinálni? Öltögeti a nyelvét. Ez hülyeség. A kígyók nagyon is veszélyes állatok. És ki akar péniszre hasonlítani? Mert a kígyók arra hasonlítanak. Akkor gondolom az összes férget és kukacot is bugosnak tartod. Így van, azok is. Meg még tudod mi? Nem. Tudod? Tudod mi? Nem. A zsiráfok. Zsiráfok. Fú, de utálom a zsiráfokat. Nagyon hülyén néznek ki. Meg van nyúlva a lábuk, meg a nyakuk. Hány inger? Ha olyan magasról akarnak kajálni, akkor miért nem másznak fára, vagy tanulnak meg repülni? Tipikus rossz tervezés eredménye az a faj. Csak alkalmazkodott. Nincs benne semmi rossz. Mert lusta volt karmokat vagy szárnyakat növeszteni. Addig nyújtózkodott, hogy megnyúlt. És tudod, miket utálok még? Nem. A teknősöket. Lassúak. Mintha azért léteznének, hogy más fajok jól lakjanak. Vastag páncéljuk van. És? És az megvédi őket. Hát így is megeszik őket. Akkor inkább azt mondd meg, hogy melyik állat nincs elrontva. A gepárd. És miért pont a gepárd? Négy szó. Gyors, okos és erős. Ez három. És még szép is. A gepárd az nem bugos. Tudod mit? Igenis az. Foltos a bundája. Miért nem egybefüggő? Mert ezzel a mintával tud jobban elrejtőzni. De nem tud úszni. Miért akarna úszni? Az mindegy. Nem tud. Ez a lényeg. A vízilós sokkal jobb állat. Micsoda? Nagy és erős, mindenki fél tőle. És úszni is tud. Mit számít, hogy tud úszni? A gepárd felzabálja, mire eszébe jut egyáltalán, hogy víz. Dehogy is. Simán ketté harapja őt. Nem, a gepárd gyors. Elkészíti a köretet, és utána kezdi megzabálni a vízilovat, és addig talán az még észre is veszi, hogy itt valami történik. Igen. Akkor áthívja a tigris haverját. Tigris, ugyan már! Mi a baj a tigrissel? Esélye sincs a gepárddal szemben. Miért? Hasonló a két állat. Mert négylábúak és ragadozók? Ez kevés, a tigris lassabb. Azért gyorsabb a vízilónál. Ketten legyőzik a béna gepárdot. Dehogy is! A gepárd a desszertet is megcsinálja, miközben velük harcol. Hülyeség! Nem is tud sütni. Akkor olyan süti, amit nem kell sütni, mondjuk kókuszgolyó. A gepárdok nem is esznek kókuszgolyót. Oké, akkor nem eszi meg, csak megcsinálja. Ez hülyeség. Nem, csak nem értesz az állatokhoz. De beszélsz, aki azt mondja, hogy kókuszgolyót csinál a gepárd. Oké, lehet, hogy túlzás volt, de akkor is a gepárd a tökéletes állat. Az összes többi lassú, túl nagy, túl kicsi, vagy büdös, vagy hülyén néz ki. Ha ennyire utálod az állatokat, ne csinálj videót róluk. Én csak el akartam mondani az embereknek, hogy milyen bugosak az állatok. Főleg a bogarak. Azért gyorsabb a vízilónál. Azért gyorsabb a vízilónál. Nem igaz van. Azért gyors... Röhögj. Tudod, hogy mi vagyok meg kedve? De mitől vagy meg kedve? Hát mert egy hete beteg vagyok azért. Jaj.